Holnap folytatódik az országos tesztelés, az oktatási és egészségügyi dolgozók következnek. Tovább szorongatja Európát a vírus, több országban is meghosszabbítják a szigorú korlátozásokat. Megint erősödött a migrációs nyomás, egyre több nagy létszámú csoportot tartóztatnak fel a rendőrök. És elkezdték a fenyőfák kitermelését Zala megyében, az árak valószínűleg nem változnak tavalyhoz képest. Ez a Híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Holnap kezdődik az oktatási és egészségügyi intézmények dolgozóinak tesztelése. A részvétel önkéntes, de mindenkit arra kérnek, hogy éljen a lehetőséggel. Az egészségügyi dolgozók egymáson is el tudják végezni a mintavételt, ezért hozzájuk csak a gyors teszteket küldik ki. Az oktatási és nevelési intézményekbe viszont szűrőcsapatok is érkeznek. Akinek pozitív lesz az eredménye, értesítenie kell a háziorvosát és karanténba kell vonulnia. Az országos tisztifőorvos azt reméli, hogy a tesztelés hozzájárul majd a járvány terjedésének lassulásához. Október 1-e óta kötelező a lázmérés minden iskolában és óvodában. A gyerekek testhőmérsékletét még a belépés előtt ellenőrzik. Akinek 37,8 Celsius foknál magasabb értéket mutat a műszer, azt hazaküldhetik. Az intézkedés fő célja a járvány terjedésének a visszaszorítása. Ebben a helyiségben fogjuk elvégezni majd a szűrővizsgálatokat. Hétfőtől a járvány elleni védekezés egyik újabb lépéseként megkezdődik az egészségügyi és a köznevelési dolgozók tömeges tesztelése. Ebben a Békés Csabai iskolában és óvodában, az orvosi szobában zajlik majd a mintavétel. Az intézményvezető azt mondta, a pedagógusok döntő többsége kérte a vizsgálatot. Nagyon vártuk már, hogy valami ilyen jellegű akció legyen, hiszen a pedagógusok vannak a leginkább kitéve az esetleges megfertőződésnek, illetve ők azok, akik a legkönnyebben tudják átadni a gyerekeken keresztül a veszélyeztetetteknek a vírust, és hát ez emiatt lenne jó, hogy mindenkit szűrünk, és legalább kiderül, hogy ki az, aki, ha tünetmentesen is, de hordozója a vírusnak. Azok az intézkedések, amelyeket bevezettünk, azok az átadás, a továbbadás lehetőséget minimalizálják. Az országos tisztifőorvos azt reméli, hogy a tömeges tesztelésnek is köszönhetően megállíthatják a fertőzöttek számának további növekedését. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók egymáson is el tudják végezni a mintavételt, ezért hozzájuk csak a gyors teszteket viszik ki. Az oktatási és nevelési intézményekbe viszont úgynevezett szűrőcsapatok érkeznek. A szűrő tím egy négy tagú tím, tulajdonképpen egyetemisták vesznek részt benne, gyakorlott medikák, medikusok, akik ezt a mintavételt el tudják végezni, és hát meg gépkocsival meg tudják közelíteni a helyszínt, és természetesen ezeket adminisztrálni is kell, ez nagyon fontos, hiszen a hatóság számára is elérhetővé kell tenni az adatokat, és leletet is adunk természetesen a megszűrtnek. Akinek pozitív eredménye lesz, értesítenie kell a házi orvosát és karanténba kell vonulnia. Arról, hogy az érintett intézményben milyen intézkedésre lesz szükség, a járási hivatal népegészségügyi szakemberei döntenek. Már péntek óta zajlik a tömeges tesztelés az országban. Elsőként a szociális dolgozók vizsgálata kezdődött meg. Az úgynevezett antigénteszt, azaz az orrból vett minta eredménye 20 perc alatt megvan. A részvétel önkéntes, de mindenkit arra kérnek, hogy éljen a lehetőséggel, mert egyelőre itthon sem lassul a fertőzés terjedése. Ugyanis ismét csaknem 4400 embernél mutatták ki a koronavírust egy nap alatt. A szövődményekben pedig 111 többségében krónikus beteg vesztette életét a legfrissebb adatok szerint. Jelenleg több mint 127 ezeren betegek. Mintegy 7300-an vannak kórházban, közülük 618-an szorulnak gépi lélegeztetésre. Továbbra is elérhető az ingyenes influenza elleni oltóanyag minden magyar állampolgár számára, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A felnőttek részére biztosított oltóanyag háromnegyedét adták már be, 13 megyében most is elég az oltóanyag, ahol pedig még szükséges, ott pótolják a hiányzó mennyiséget. A szülőket arra kérik, hogy november végéig jelezzék házi orvosuknál, ha 3 éven aluli gyermeküket szeretnék influenza ellen beoltatni.
Magyarországon csak olyan oltóanyagot lehet forgalomba hozni, amely hatásos és biztonságos, ezt mondta az országos tisztifőorvos az M1-nek. Müller Cecília azután beszélt mindenről, hogy a héten megérkeztek a koronavírus elleni első orosz vakcina minták, amelyeket magyar szakemberek tesztelnek majd, és jól megvizsgálják őket. Hogyha mindent rendben találnak, akkor megkaphatja az, aki kéri, a védőoltás ugyanis nem lesz kötelező, ráadásul hamarosan többféle európai és kínai is rendelkezésre áll majd, így arról is lehet majd dönteni, hogy ki melyiket adatja be magának. Arra kérjük a bizottságot, hogy akadályozzák meg, hogy a magyar kormány a magyarokon kísérletezzen az orosz vakcinával. Akadályozza meg az Európai Bizottság, hogy Magyarországon is tesztelhessék az orosz koronavírus elleni oltóanyagot. Ezt kérte az uniós testülettől a Demokratikus Koalíció. Rónai Sándor, Gyurcsány Ferenc pártjának EP képviselője szerint veszélyes az orosz oltás, mert szinte semmit sem lehet tudni róla. Oroszországban a hét elején újra kezdték a Sputnik V tömeges tesztelését. A következő hetekben 20 000 önkéntest oltanak be a koronavírus ellen. Az adatok azt mutatják, hogy a vakcina az esetek 92%-ában hatékony, stabil immunvédelmet nyújt, közölte a fejlesztésért felelős igazgató. Csütörtökön érkezett meg repülővel az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre. Magyarország az első olyan európai ország, amely kapott az orosz vakcinából. A magyar szakemberek először megvizsgálják a 10 ampulla oltóanyagot, azután önkéntesek kapják meg a vakcinát, és majd az eredmények alapján dől el, hogy engedélyezik-e itthon az orosz oltást. Nagyon alapos, szigorú feltételrendszere van annak, hogy egy vakcina a piacra kerüljön. Csak olyan oltóanyagot lehet forgalomba hozni, amely hatásos és biztonságos, hangsúlyozta az M1-nek az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, Magyarországra mindez különösen igaz, hiszen Európában, hazánkban a legmagasabb a gyerekek átoltottsága az ingyenes kötelező védőoltásoknak köszönhetően. Az oltásbiztonság garantálja azt, hogy megtartsuk azt a rendkívüli nagy járványügyi előnyünket, ami az egész világgal, Európával szemben is van. Ne felejtsük el, hogy a gyermekeinket 12 féle betegség ellen kötelező védőoltási rendszer keretében immunizáljuk. Lekötöttünk 12 millió vakcinát nyugat-európai gyártóknál. Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány, közölte pénteki rádió interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott, még nem lehet tudni, mikor áll majd rendelkezésre az oltóanyag, de többen inkább a tavasz végére ígérik. A kormány ezért a vakcinák beszerzését nem politikai, hanem egészségügyi kérdésnek tekinti. Ha hamarabb készül-e valahol vakcina, akkor Magyarország abból is rendeljen, mert az a jó, ha minél gyorsabban áll rendelkezésre vakcina. És ha a jóisten megsegít bennünket, akkor az lesz, hogy a magyarok azt fogják látni, hogy lesz nyugat-európai vakcina, lesz kínai vakcina, orosz vakcina, meg izraeli vakcina, és nem csak hogy lesz, hanem még választhatnak is, hogy melyikbe bíznak inkább. Ez önkéntes, majd ők eldöntik. A kormányfő hozzátette, a Magyarországon forgalomba hozott vakcinák átestek a hazai ellenőrzésen. Azok biztonságát a hatóságoknak garantálniuk kell. És akkor lássuk, hogy mi a helyzet Európa más országaiban. Németországgal kezdünk, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy ott meg fogják hosszabbítani az egyébként november végén lejáró korlátozásokat. Legalábbis ezt kérte a kormánykoalíció több vezető politikusa is. Markus Söder, bajor kormányfő úgy fogalmazott, a hullámot megtörtük, de az új fertőződések száma nem csökken, az intenzív osztályok pedig egyre inkább megtelnek. Hozzátette azt is, hogy ha most elveszítjük a türelmünket és feloldjuk az zárlatot, minden kezdődik előről. Azokat a helyszíneket keresik a német hatóságok, ahol várhatóan december végén, január elején megkezdhetik a lakosság oltását a koronavírus elleni vakcinával. Most a német főváros legalkalmasabbnak tűnő épületeit veszik sorra. 2 percenként be akarunk oltani egy-egy embert minden helyszínen. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt 3500-4000 ember kaphatja meg országszerte a vakcinát. Mondta a koordinációval megbízott szakember, hozzátéve egy-egy ilyen központban 250-en dolgoznak majd. Járványügyi szakemberek szerint a tömeges oltás megkezdésére még várni kell. Addig csak az óvintézkedések fenntartásával lehet a fertőzést visszaszorítani.
Németországban legutóbb november 2-án vezettek be korlátozásokat. A kormány eredeti tervei szerint a hónap végén ezek automatikusan megszűnnének. A német kancellár és a tartományok vezetői a héten értékelték először a zárlat bevezetése óta elért eredményeket. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy az eddigi korlátozások nem hoztak érdemi változást, bár a fertőzés terjedésének ütemét sikerült megtörniük. Az elmúlt napok számait látva nagyon messze vagyunk még attól, hogy a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek számát 50-re szorítsuk vissza, fogalmazott a német kancellár. Angela Merkel hozzátette, a fertőzöttek jelenlegi nagy száma miatt a kontaktkutatások is értelmetlenek. Markus Söder bajor kormányfő szerint a zárlatot meg kell hosszabbítani, mert az új fertőzöttek száma nem csökken. Az intenzív osztályokra nagy nyomás nehezedik, és emelkedik a halálos áldozatok száma is. Mint fogalmazott, ha a németek most elveszítik a türelmüket, minden kezdődik előről, és végül olyan kemény intézkedésekre lesz szükség, mint amilyeneket Ausztriában és Csehországban vezettek be. A korlátozások határidejének meghosszabbítását sürgeti Olaf Scholz alkancellár is. Jelenleg legfeljebb 2 háztartás tagjai és maximum 10 ember tartózkodhat együtt. A szállodák csak üzleti vendégeket fogadhatnak, az éttermek pedig csak elvitelre főzhetnek. Országszerte felfüggesztették a kulturális intézmények és az amatőr sportegyesületek tevékenységét is. A közoktatás továbbra is működik. Feszült várakozás előzi meg a karácsonyt az Egyesült Királyságban. Az emberek azt remélik, hogy a járvány ellenére családjaikkal, barátaikkal tölthetik az ünnepeket. A csaknem egy hónapja bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban lassult a járvány terjedése, de az ünnepig még fokozhatják is a szigort. Bár London már karácsonyi fényekben pompázik, a brit főváros utcái szokatlanul üresek. November 5-e óta egész Angliában szigorú járványügyi korlátozások vannak érvényben. Az emberek csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat. Néhányan mégis kimerészkedtek, hogy megcsodálják a karácsonyi fényeket a fővárosban. Jó, hogy egy kis színt vittek a borongós hétköznapokba, kicsit feldobják a hangulatot, mondta egy nő. A korlátozások hatására az elmúlt időszakban laposodni kezdett a járvány görbe Angliában. A héten csaknem 14%-kal csökkent az újonnan azonosított fertőzöttek száma az előző héthez képest. A biztató fejlemények ellenére az idei karácsony más lesz, mint az eddigiek, figyelmeztetett a brit pénzügyminiszter. A jó hír az, hogy december 2-án véget ér az országos zárlat, és visszatérünk a több fokozatú készenléti rendszerhez. Ezekkel a helyi intézkedésekkel könnyebb kezelni a járványhelyzetet, mondta Rishi Sunak. Angliában ősszel vezették be a 3 fokozatú készenléti rendszert. Londonban és környékén a legalacsonyabb fokozat volt érvényben, ám az észak-angliai régiókban a legszigorúbb, nagyon magas készültségi szintet rendelték el. Itt a pubok, az éttermek és a sportközpontok is bezártak. Beltéren és közterületen is tilos volt a gyülekezés. A mostani elképzelés szerint ezeket a legszigorúbb korlátozásokat vezetnék be az ország nagy részén december 3-ától. A karácsony előtti időszakra vonatkozó terveket Boris Johnson, brit kormányfő hétfőn ismerteti az alsóházzal. Ám sajtóhírek szerint a kormány karácsonykor enyhít a szabályokon. Lehetővé teszik, hogy az ünnepek alatt a nem egyháztartásban élő családok is találkozhassanak egymással. Karácsonyig érvényben marad a legtöbb járványügyi korlátozás Lengyelországban. Mateusz Morawiecki miniszterelnök azt mondta, a vendéglátóhelyek, valamint a kulturális és a sportlétesítmények december 27-ig biztosan zárva tartanak, és az iskolák sem nyitnak ki újra a téli szünet előtt, marad tehát az online oktatás. Bár csütörtökön minden eddiginél magasabb volt a napi fertőzöttek száma Lengyelországban, a kormány úgy döntött, újra nyitja a bevásárlóközpontokat. Az indoklás szerint munkahelyek 100 000-eit őrizhetik meg ezzel. 100 nap szolidaritást hirdetünk, hogy átvészeljük az előttünk álló hónapokat. Elemzéseket végeztünk, hogy miképp tudjuk megőrizni az egészségünket, hogyan tudjuk megmenteni a legtöbb emberéletet és több millió munkahelyet. Ezek fényében úgy döntöttünk, hogy jövő szombattól a legszigorúbb járványügyi előírások mellett újra nyitjuk a bevásárlóközpontokat. 2 hét múlva újabb országos tesztelés lesz Szlovákiában, ezt Igor Matovič jelentette be a miniszterelnök, aki egyébként utalt arra is, hogy aki a következő szűrővizsgálaton nem vesz részt, annak karanténba kell majd vonulnia. A szlovák kormányfő szerint a múlt hétvégi önkéntes tesztelésen annyira alacsony volt a részvétel, hogy ahogy fogalmazott, az egész egy nagy
pénzkidobás volt. A szlovák kormány ezért várhatóan visszatér a korábbi szabályokhoz, és a negatív teszttel nem rendelkezőknek karantént ír elő. Horvátországban újabb szigorítások léptek életbe, jelentősen korlátozzák a különböző rendezvényeken, temetésen, esküvőn résztvevők létszámát. Este 10 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, az éjszakai szórakozóhelyeknek pedig be kell zárniuk. Holnap tömeges tesztelés is kezdődik Zágrábban. Közben nem enyhül a nyomás az ország egészségügyi rendszerén, Kriák Krisztina tudósított. Rendes kórházakban egyre kevesebb a szabad ágy. A legnagyobb problémát azonban az egészségügyi személyzet hiánya okozza. Vannak klinikák, amelyek kapacitásai mindössze 50-60%-át használták ki, de a kisebb városokban ez az arány már elérte a 90-95%-ot. Ezek a kórházak már csak azokat a betegeket tudják fogadni, akiknek oxigénre van szükségük. Horvátországban a járvány kezdete óta megfertőzöttek száma szombaton már meghaladta a 100 000-et. Szlovéniában egy héttel meghosszabbították a járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket. Az országban szinte teljesen leállt az élet, éjszakai kiárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése. Holnap kezdik az egészségügyi dolgozók rendszeres és kötelező tesztelését is. Ljubljanában az egyetemi klinikán kezelik a legtöbb olyan koronavírusos fertőzöttet, akinek intenzív ellátásra van szüksége. Szlovéniában közel 200-an szorulnak ilyen orvosi ellátásra. Itt van egy fiatal nő, akinek semmilyen más betegsége nincs. Most kellett átszállítanunk az intenzív osztályra, mert az állapota egyik percről a másikra megromlott, és azonnal oxigénre volt szüksége, mondja az egyik orvos. Szlovéniában több mint 1200 fertőzöttet ápolnak a kórházakban. Sok helyen át kellett rendezni a részlegeket, hogy a betegeket könnyebben el lehessen juttatni az intenzív osztályra, mert általában a légszom hirtelen jelentkezik. Szomorú vagyok, mert nem adhatunk meg mindent a betegeknek úgy, ahogy ezt más időkben megtesszük. Egyszerűen semmire sincs időnk, és nagyon fáradtak vagyunk, panaszolja az egyik ápolónő. Egyelőre azonban marad a megfeszített munka. A kormány szombaton egy héttel meghosszabbította a koronavírus járvány megfékezését szolgáló intézkedéseket annak ellenére, hogy a kabinet szerint a járvány második hulláma már tetőzött Szlovéniában. A szakemberek abban reménykednek, hogy hamarosan csökkenhet a kórházi kezelésre szoruló betegek és az áldozatok száma. A ljubljanai kormány a járványügyi adatok tükrében hetente vizsgálja felül az intézkedéseket és dönt enyhítésükről vagy meghosszabbításukról. A mostani hosszabbítással az országban a jövő héten is rendkívül szigorú óvintézkedések lesznek érvényben. Szlovéniát lényegében teljesen leállították, számolt be az M1-en a közmédia szlovéniai tudósítója. Továbbra is szünetel a tömegközlekedés, zárva tartanak a nem alapvető fontosságú üzletek, szünetelnek a szolgáltatások, zárva maradnak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Érvényben maradt a teljes gyülekezési, a lakhely elhagyási és az éjszakai kiárási tilalom, a szájmaszk viselése pedig mindenütt kötelező. Eközben Janez Jáncsa kormányfő felkérte az illetékes minisztériumokat, hogy legkésőbb december 5-ig készüljenek elő a 2 milliós lakosság tömeges tesztelésére, hogy kiszűrjék azokat a tünetmentes vírushordozókat, akik nem is sejtik, hogy fertőzöttek lehetnek. A miniszterelnök szerint a legtöbb szigorítás várhatóan a jövő hónapban is érvényben marad, de azt reméli, hogy december utolsó két hetében már enyhíteni tudnak a korlátozásokon. Romániában közben meghaladta 10 000-et a járvány halálos áldozatainak száma. Továbbra is hatalmas nyomás nehezedik az egészségügyre, több megyében megteltek a kórházak, ezért elkezdődött a betegek átszállítása a kevésbé fertőzött területekre. Települések tucatjait helyezték karanténba, és egyáltalán nincs kizárva, hogy a fővárosra is ez vár. Bukarest, Demeter Katalin. A kormány ugyan azt ígérte, hogy bővítik az intenzív helyek számát, de a román média naponta számol be olyan betegekről, akik a helyhiány miatt nem kaptak megfelelő kezelést. A fertőzötteket már katonai gépekkel szállítják egyik megyéből a másikba, hogy helyet találjanak nekik. Újabb korlátozásokat főként a dél-erdélyi megyékben és Bukarest környékén vezettek be, itt emelkedik ugyanis a leginkább a fertőzettek száma. Ez helyi karantént jelent, egész napos kiárási korlátozásokkal, és a települést is csak engedéllyel lehet elhagyni. Bukarest körül mától már 11 település helyeztek vesztegzár alá, és most már sokan azt találgatják, hogy a főváros elkerülheti-e a karantént.
Újabb gazdasági mentőcsomag részletein dolgozik a magyar kormány. A tervek szerint általános intézkedések várhatók, amelyek minden a vírus által érintett ágazatban segíthetnek. Az elmúlt fél évben több körben kaptak támogatást a magyar vállalkozások és munkavállalók. Az intézkedéseknek köszönhetően csaknem 1,5 millió állást sikerült megmenteni. Lángos sütnek ebben a nyíregyházi étteremben, naponta többféle finomság is készül a konyhában. A szigorítások bevezetése, vagyis november 11-e óta itt is, mint ahogy a legtöbb vendéglátóhelyen, átálltak az ételkiszállításra. Ebben a soproni hotelben pedig vendégek hiány folytatják a tavasszal megkezdett felújítási munkákat. Van-e lehetőség ételrendelésre? Más szállodákban, hasonlóan az éttermekhez, megpróbálják házhoz szállítani a korábban a vendégeknek helyben kínált ételkülönlegességeket. A kormány az egy hónapra tervezett szigorítások miatt a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak csak úgy, mint tavasszal, most is mentővet dob. Többek között azzal, hogy állja a vendéglátóhelyeken, a szabadidőközpontokban dolgozók bérének a felét, akik után járulékot sem kell fizetniük a munkaadóknak. Emellett megtéríti a szállodáknak a november 8-áig beérkezett foglalások 80%-át. A kormány szóvivő a Kormány Info Pluszban azt mondta, a mostani és a korábban meghozott intézkedések legfontosabb célja, hogy minél több munkahelyet megmentsenek. A mostani lépések több mint 200 ezer munkahely megőrzéséhez járulnak hozzá. Továbbá is érvényben vannak azok a könnyítések, amelyek pedig más szektorokra is érvényesek, így például az adó- és járulékkedvezmények, a bértámogatási programok vagy a hitelmoratórium. Ezeknek köszönhetően eddig 1 millió 400 ezer állást sikerült megvédenünk. Az emberélet a legfontosabb, de szorosan mögötte ott van a családok megélhetése is. A vállalkozásoknak nyújtott segítség most nem a megoldást, hanem a túlélést jelenti számukra. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a mostani, egy hónapra bevezetett szigorítások a turizmust, a vendéglátást súlyosan érintik ugyan, de a gazdaság teljesítményét nem vetik vissza úgy, mint tavasszal. Vagyis a harmadik negyedévben elindult kilábalás folytatódhat. Jön a karácsonyi időszak, ez minden szektornak, vagy nagyon sok szektornak egy nagyon fontos időszak. Sokat értékesítenek, nem mindegy, hogy ebben a szektorban tudnak-e működni, és milyen lesz a vásárlás kedv. Berettyóújfalu, Kiskunmajsa, Salgótarján, Szigetvár, Tamási. Hátrányos helyzetű településeket sorolt fel a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltett videójában, ahol elmondta, mintegy 1200 nehéz helyzetben lévő város vagy község vállalkozói újabb gazdaságvédelmi pályázaton indulhatnak el. A kormány nagyjából 800 vállalkozást 5 milliárd forinttal támogat majd. Ebből a cégek új gépeket vásárolhatnak, fejleszthetik digitális eszközeiket, a kollégáik képzését és bérének egy részét is finanszírozhatják. Emellett más intézkedésekkel is segítik a hazai vállalkozásokat. Erről már az adóügyekért felelős államtitkár tájékoztatta az MTI-t. Így például jövő év júliusától az adóhatóság már 500 000 cégnek elkészíti az áfa bevallási tervezetét. Ezen Magyarország az Európai Unióban az első között nyújt ilyen szolgáltatást. Hozzávetőleg 150 ezer vállalkozásnak jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhei azzal, hogy az EKR-ben, azaz az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerben már csak a kockázatos termékek szállítása esetén kell bejelentést tenni. További segítséget jelent, hogy januártól kedvezőbb lesz a kisvállalati adó, és csökkenhet az új lakások értékesítésére vonatkozó áfa mértéke is. És folytatódik a kormány beruházás ösztönző politikája is, hiszen 2021-ben nem kell társasági adót fizetni a profit után, ha azt újra befektetik a cégek. Az LMP szerint ellehetetleníteni az önkormányzati szolgáltatásokat, hogyha felfüggesztenék az iparűzési adó beszedését. Kanász Nagy Máté arról beszélt, a kormánynak a kis és közepes vállalkozásokat kellene közvetlenül támogatnia. Ott van a bérpótlékok és a bértámogatások rendszere, amit közvetlenül kellene biztosítani a munkavállalók részére. Ott van a szociális hozzájárulási adó elengedése, az IPA helyett mi a szociális hozzájárulási adót engednénk el, ez közvetlenül segít a munkavállalóknak. Az MSZP szerint most, amikor mindenki a járvány ellen küzd, segíteni kell az embereknek. Tóth Bertalan azt mondta, javasolják a kormánynak, hogy ne változtasson a katás vállalkozások adószabályain. Javasoljuk
hogyha már adót akarnak csökkenteni, akkor ne az önkormányzatokat hozzák nehéz helyzetbe az iparűzési adó felfüggesztésével, hanem inkább mondjanak le a katás vállalkozások büntetőadójának bevezetéséről. Orbán Viktor támadta egy lapinterjúban George Clooney. A liberális hollywoodi színész új filmjéről nyilatkozott egy amerikai magazinnak, amikor a gyűlöletről a magyar miniszterelnök és a brazil elnök jutott eszébe. George Clooney közismerten jó barátja a Soros családnak, a közösségi médiában még közös képe is van Soros György fiával. Farkas Őrs, a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője azt mondta, a hazánk elleni támadások hátterében továbbra is Soros György egyik állandó törekvés áll, vagyis hogy Magyarországra ráerőltessék az illegális bevándorlók. Amikor forgattunk, még nem jártunk a járvány sűrűjében, de használhattunk más haraggal és gyűlölettel kapcsolatos élményeket. Ezzel a magyarázattal ecsetelte az egyik nemzetközi férfi magazinnak George Clooney azt, hogy miből merített ihletet új, posztapokaliptikus témájú filmjéhez. Az amerikai színész arról beszélt, szerinte a világ tele van gyűlölettel, erre pedig példákat is sorolt. Nézzék meg Bolsonaro-t Brazíliában, vagy Orbánt Magyarországon. Fogalmazott a brazil elnökre és a magyar miniszterelnökre utalva, az egyébként bevándorlás kérdésekben is rendszeresen megszólaló színész. Nincsenek véletlenek, George Clooney jóban van a Soros családdal. Az interjú kapcsán ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál egy korábbi fotót is bemutat, amelyen George Clooney Soros György fiával, Alex Sorossal szerepel. A fotót 2017-ben Alex Soros töltötte fel az internetre, mellé pedig azt írta, remek volt egy asztalhoz ülni George Clooney-val Davosban, vagyis azon a davoszi világgazdasági fórumon, amelyen Soros György is állandó előadó. Alex Soros politikai elemzők szerint édesapja ideológiai örököseként rendszeresen elkíséri Soros Györgyöt akkor is, amikor a spekuláns vezető politikusokkal tárgyal. Ezen a felvételen ő is ott állt Soros György mellett, amikor a milliárdos 2017-ben Jean-Claude Junckernél, az Európai Bizottság akkori elnökénél lobbizott Brüsszelben. Alex Soros saját Twitter oldalán is folyamatosan megosztja a spekuláns állásfoglalásait. Így tett legutóbb azzal a cikkel is, amelyet édesapja a Magyarország és Lengyelország elleni fellépésről írt. Alex Soros is nyilván ugyanazt a típusú politikai eszközrendszert használja, ugyanabban a személyedben gondolkozik, és ugyanazokkal a szereplőkkel kerül általában kapcsolatban. Ideológiai szempontból egyenértékű, hogy valaki Soros Györggyel vagy a fiával Alex Sorossal találkozik. Erre már a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője hívta fel a figyelmet. Farkas Őrs George Clooney Magyarországról szóló nyilatkozata kapcsán úgy fogalmazott, a hazánk elleni támadások hátterében továbbra is Soros György egyik állandó törekvése áll, vagyis hogy Magyarországra ráerőltessék az illegális bevándorlókat. Soros György és Magyarország kormánya között a bevándorlás kapcsán évek óta vita áll fenn, ezért Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amely a magyar kormány támadhatja. Elég elkeserítő, hogy vannak olyan szereplők, akár politikától mentes szereplők, akik Soros Györgynek az ilyen politikai szándékát végrehajtják. Ennek én ellenállok, ennek Magyarország ellenáll, ehhez jogunk van, nekik meg nincs eszközük, hogy kikényszerítsék. Sem Soros György, sem Brüsszel nem kényszerítheti ki a migránsok befogadását, erről a miniszterelnök beszélt pénteken. A kormányfő leszögezte, a világpolitika legkorruptabb embere ma Soros György, aki mellett sokan azért állnak ki, mert a milliárdos fizet nekik. Ő az, aki leginkább korrumpálja az európai politikát, és akik most megszólalnak, és a Sorosféle mesterterv végrehajtásában vállalnak szerepet a megszólalásukkal, vagyis támadják, zsarolni akarják Magyarországot meg Lengyelországot, azok bizony mind Soros György által korrumpált politikusok. Soros Györgytől nem áll távol, hogy beavatkozzon egy állam belügyeibe, sok országot tett már tönkre. Így reagált most a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalon. Kocsis Máté a bejegyzéshez Soros György egyik korábbi interjúját is mellékelte. Ebben Soros György azt mondja, idézem, azért vagyok itt, hogy pénzt keressek, nem tudok és nem is törődöm a tetteim társadalmi következményeivel.
Kocsis Máté közösségi oldalán arról is írt, amint előkerül Európában a migráns vita, valahogy rögtön előkerül ez a Soros nevű dollármilliárdos, és utasításokat ad a magyar baloldali pártoknak. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett Soros György minapi cikkére, amelyben a spekuláns leírja, hogy hogyan induljanak a következő választáson a baloldali pártok. Kocsis Máté szerint ennek Gyurcsány Ferenc vezetésével, idézem, az összes baloldali boldogan tesz eleget, és szolgalelkűen tapsikol. Szörnyű, hogy a baloldali politikusok egy spekuláns, piszkos pénzért bármikor készek arra, hogy elárulják Magyarországot, ezt írta tehát Kocsis Máté. A tél közelettével ismét a szárazföldi útvonalakon próbálkoznak inkább a bevándorlók. A déli határon is érezhető, hogy fokozódik a nyomás, naponta 100-nál is több embert kapnak el a magyar rendőrök. Közben az embercsempészek is egyre aktívabbak. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, mi hamarabb uniós megoldás kell a problémára. Csoportokban beszélgetnek a migránsok Horgoson. Csak októberben több mint 6500 illegális bevándorló érkezett Szerbiába, ezért a magyar határmenti településeken is egyre többen torlódnak fel. I will go, inshallah, to Germany. Talán Németországba szeretnék menni. A határzár nagy problémát jelent, de megpróbálunk átugrani felette, vagy valahogy átjutni rajta, mondja egyikük. A helyiek nem érzik magukat biztonságban, főleg sötétedés után. Az emberek félnek tőlük, meg hát én is este nem szeretek már mászkálni a faluban. Közben Magyarországon is sorozatosak a határsértési kísérletek. Ezek a felvételek a Csongrád-Csanád megyei Kübekházán készültek, ahol szombat délelőtt 22 migráns tartóztattak fel a rendőrök. A településen vasárnap is megjelentek a bevándorlók. Fél nap alatt három nagyobb csoportot fogtak el a hatóságok. Mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat. Péntek óta már több mint 400 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, többségében a déli határnál. A déli határszakaszról egyébként általánosságban elmondható az, hogy fokozódott a migrációs nyomás, hiszen az elmúlt héten volt olyan nap, amikor 24 óra leforgása alatt összesen 125 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök. A migráció egyébként továbbra is változatos módszerekkel zajlik, hiszen rengeteg alagutat találtak a rendőrök például a határkerítés alatt, illetve rengetegszer bújnak meg a migránsok kamionok rakodóterében, illetve vonatokon. A Tisza közelsége miatt továbbá sokan próbálkoznak csónakokkal átkelni a határ egyik oldaláról a másikra. A tél közeletével egyre aktívabbak az embercsempészek is. Várpalotán csütörtökön egy magyar rendszámú kamion rakterében elrejtőzve találtak 30 migránst, közülük 28-an szír, ketten egyiptomi állampolgárnak vallották magukat. A magyar sofőr ellen embercsempészet miatt indult eljárás. Az 55-ös főúton pedig egy szír embercsempészt tartóztattak fel szombaton, aki autójában 5 bevándorlót szállított. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, miközben továbbra is komoly a mozgás a migrációs útvonalakon, az unió vezetése a legkülönbözőbb módszerekkel próbálja legalizálni a beáramlást. Szemmel láthatóan az Európai Unió, a brüsszeli központ nem óhajt szigorításokat bevezetni, nem óhajtja külföldi határokat őrizni, sőt, egyre határozottabb és jelentősebb politikai nyomást gyakorol azokra az országokra, elsősorban Magyarországra, akik a jogszabályoknak érvényt szereznek, és az állampolgáraik védelme érdekében szigorúan őrzik az államhatárt. Bakondi György hozzátette, az uniónak közös megoldást kell találni a bevándorlás problémájára, mert a migráció európai jövőjét veszélyezteti. A gyermekvállalás ellen kampányolt a német közszolgálati tévé az egyik műsorában. A globális felmelegedéssel vontak párhuzamot, amely szerint, hogyha a németek nem vagy kevesebbet szülnek, akkor csökken a légszennyezettség és megmenthető a bolygó a pusztulástól. Lomnici Zoltán, a századvég jogi szakértője azt mondta, ez a Soros György féle nyílt társadalom eszméje. Az a céljuk, hogy minél előbb lerombolják a keresztény értékeket Európában. Kinder. Mi a fontosabb, saját gyerek vagy a föld erőforrásai? Ezt a kérdést vitatta meg a német közszolgálati televízió az egyik műsorában. A szereplők többsége azt hangsúlyozta, hogy a bolygó megmentése előbbre való a gyerekvállalásnál. A klímavédelem témájának egy egész hetet szenteltek, napjaink legégetőbb problémájaként mutatták be. A vasárnap.hu azt írja, hogy a német ART kutatásokra és statisztikákra is hivatkozott, miszerint egy ember átlagosan 22 kg széndioxidot termel naponta, annyit, mint egy dízelautó 120 kilométeren. Vagyis, ha a németek nem vállalnak gyereket, akkor kevesebb káros anyag kerül a levegőbe, és hozzáteszik, így fejenként 15%-kal csökkenthető a vízfogyasztás is.
A gyerekvállalás elleni kampányok nem új keletűek, klímaaktivisták már régóta hirdetik, és például Kanadában is családellenes plakátok jelentek meg az utcán, olyan feliratokkal, hogy a legtöbb, amit egy szülő adhat a gyerekének, az, ha nem lesz testvére. A kezdeményezésnek világszerte van már hatása, tavaly több ezer tínédzser tett esküt az interneten, hogy a föld megóvása érdekében nem szül gyereket. Novák Katalin családokért felelős miniszter szeptember végén a Twitter oldalán reagált a gyerekellenes mozgalmakra. Azt írta, nincs értelme harcolni a környezetért, ha azt nem a gyermekeink, a jövő generációinak megvédése érdekében tesszük. És egy fotót is csatolt, amelyen az olvasható, szülőnek lenni életre szóló kaland, ne hagyd ki. A magyar kormány intézkedéseinek középpontjában a családok és a gyermekvállalás támogatása áll. Magyarország Európában a legtöbbet, a bruttó hazai termék 5%-át fordítja a családokra. Ennek is köszönhetően 10 év alatt több mint 20%-kal nőtt a gyermekvállalási kedv. Azt a normális világképet akarják lerombolni, amelyet egyébként, és ezt is mondjuk ki, egyre több bástyával véd a magyar alaptörvény. A gyerekvállalást ellenző kampányok mögött liberális erők, a Soros Györgyféle nyílt társadalom áll, mondta a századvég jogi szakértője a Híradónak. Lomnici Zoltán hangsúlyozta, az egész eszmeiség arról szól, hogy nincs szükség keresztény értékekre. A családoknak nem kell gyereket vállalniuk, mert a társadalom fennmaradása másképp, migránsok betelepítésével is biztosítható. Ez egy újabb liberális őrületként értékelhető, nyilván ebbe a sorba sok minden mást be lehet illeszteni az elmúlt hónapokban, években, amelyben megpróbálják átformálni az emberek gondolkodását, de leginkább arról szól az egész küzdelem, hogy a hagyományos, tradicionális értékeket megpróbálják kiirtani az emberek agyából, hétköznapjaiból. Lomnici Zoltán hozzátette, a gyerekszületések és a globális felmelegedés között semmilyen tudományos összefüggés nincs. Újra hazudott az Index, ezt közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt írták, korábban a veszélyhelyzetről hazudtak, most a tiszti főorvos támadták hazugsággal. Az Index szerkesztősége az érintettek megkérdezése előtt ferdített és csúsztatott. Hozzáteszik, a portál fél információkat jelentetett meg, azt sugalva, hogy megkérdőjelezhető az országos tiszti főorvos szakmai hozzáértése. A cikkben szereplő működési nyilvántartással azonban nem szükséges rendelkezniük a tiszti főorvosoknak. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint keserítő látni, hogy az országunkat is sújtó rendkívüli helyzetben egyesek azon fáradoznak, hogy hibát találjanak a járványügyi védekezésben, és indulatokat gerjesztve aláássák az emberek bizalmát. Az álhírek ellen kampánya a közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára azt ígérte követőinek, hogy hamarosan megkezdi a munkát a hamis információk visszaszorításáért. Állítása szerint a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy valós híreket kapjanak. Éppen Dobrev Klára az, aki hetek óta azt állítja, hogy lesz egységes minimálbér Európában, miközben az unió foglalkoztatásért felelős biztosa szerint mindez nem igaz. Itt vannak a mindennapjainkban, és félelmetes gyorsasággal terjednek, manipulatívak, megtévesztők, most leginkább épp a járvánnyal kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc felesége saját közösségi oldalán jellemezte így az álhíreket. Dobrev Klára tegeződve kérdezte a követőitől, hogy szerintük milyen gyakran találkoznak álhírekkel, és hogy felismerik-e azokat. A DKEP képviselője egy fotót is mellékelt a bejegyzéshez, saját magáról. A képfeliraton pedig azt ígérte, hamarosan kezdődhet a munka az álhírek visszaszorításáért. Lesz európai minimálbér. Csak hogy Dobrev Klára hetek óta saját maga terjeszt álhírt a közösségi oldalán. A képviselők több mint kétharmada megszavazta a jelentésemet, vagyis az ajánlásokból hamarosan minden tagország számára kötelező jogszabályok születhetnek. Gyurcsány Ferenc felesége itthon azt hírezteli, hogy készül az egységes európai minimálbérről szóló uniós jogszabály, amit ő és a Demokratikus Koalíció terjesztett elő. Annak ellenére állítja ezt, hogy szavait az uniós vezetők szinte azonnal cáfolták. Not setting one unique minimum wage for whole Europe. Bár a foglalkoztatásért felelős EU biztos november elején kijelentette, hogy szó sincs egységes európai minimálbérről, a DK-sok azóta sem álltak le a hamis információ terjesztésével.
Hát ez bizony, tisztelt képviselőtársaim, nem szól másról, mint az európai minimálbér bevezetéséről. Nem lehet egy kormánynak korlátlan felhatalmazást kapnia. Ugyanígy tettek tavasszal is, amikor a koronavírus elleni védekezésről szóló törvénnyel kapcsolatban Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc és más DK-s politikusok is azzal riogattak, hogy a jogszabály korlátlan felhatalmazást jelent a kormánynak. Ma Orbán korlátlan teljhatalmat akar magának megszavaztatni. Istenemre mondom, nem tudom, mit csinálnak. A gyurcsányházas pár korlátlan felhatalmazásról szóló állításaival ellentétben azonban a járvány első hullámában június közepén megszűnt a rendkívüli jogrend. Óriási felelősségünk van abban, milyen eszközökkel és hatékonysággal küzdünk a félelemre és a káoszra épített álhírekkel szemben. Gyurcsány Ferenc felesége mégis ezt írta mostani álhírellenes posztjában. Majd azt is hozzáfűzte, idézem, nekünk, európai magyaroknak is jogunk van ahhoz, hogy igaz híreket kapjunk. Arról beszél az egész ország, hogy az önök által kirúgzott rendszer nem működik. Pedig a gyurcsánypárti politikusok többször állították azt is, hogy az országban az egészségügyi felszerelés terén készlethiány van, és hogy hazánkban más európai országokhoz képest jóval többen veszítik életüket a járvány miatt. Magyarország ebben a számban sem áll sajnos rosszul. Utóbbiról végül sajnálkozva ugyan, de a DK-s Arató Gerge is elismerte, hogy nem igaz. Ismét egy másik baloldali párt politikusa csatlakozott a demokratikus koalícióhoz, ezúttal egy Veszprém megyei eddigi momentumos képviselőt, Benedek Szilvesztert mutatta be Gyurcsány Ferenc. A beszélgetésből kiderült, hogy csak ma lépett ki előző pártjából a mostantól DK-s politikus, aki szerint új pártjában többet tud tenni egy sikeresebb agrárpolitikáért. Mindezt a DK elnökének kérdésére válaszolta. Nem szabad elhallgatnunk. Te fiatal emberként gyanítom, hogy egyébként alaposan megfontolva, a politikai pályafutásodat a Momentumban kezdted, a Momentum megyei listavezetője voltál, és hát egészen eddig a napokig a Momentum Veszprém megyei közgyűlési képviselője. Én tudom, hogy hosszú volt a folyamat, még így döntöttél. Arra kéri Karácsony Gergelyt a belváros polgármestere, hogy engedje át a budapesti városháza parkolóhelyeit az 5. kerületieknek. Szent György vagy Péter emlékeztetett, Karácsony Gergely még a kampányban ígérte meg, hogy megnyitja a városháza udvarát. Közben a főpolgármester közösségi oldalán fejezte ki örömét, amiért szerinte a miniszterelnök az ő javaslatát fogadta meg, amikor ingyenessé tette éjszakára a parkolóházakat. Karácsony Gergely az 5. kerület vezetőjének kérésére nem reagált. Az első intézkedésem az lesz, hogy itt létrehozzuk a város főterét. A Városháza Parkban kampányolt még tavaly januárban Karácsony Gergely. A hivatali dolgozók és politikusok által használt parkolóban arról beszélt, ha megválasztják, első dolga lesz, hogy létrehozzák itt a város főterét. Nem így lett, ezek a felvételek vasárnap készültek, 13 hónappal azután, hogy Karácsony Gergelyt megválasztották. A környéken semmi sem változott, a teret egy kerítés választja el a budapestiektől, csak a réseken lehet belátni. Az ott dolgozók autói most is ott parkolnak. Nem volt egy olyan főpolgármester, aki fontosnak érezte világossá tenni minden polgár számára, hogy a hivatal dolgozóinak és a helyi politikusoknak az autóinál fontosabbak ők. Itt az alkalom világossá tenni, hogy mennyire fontos önnek minden polgár. Ezt írta most Karácsony Gergelynek közösségi oldalán a belváros kormánypárti polgármestere. Szent György Völgyi Péter úgy fogalmazott, egy év eltelt a főpolgármesteri ciklusból, de a városháza még mindig nem közpark. Arra kérte ezért a főpolgármestert, hogy tartsa be az ígéretét, és engedje át a városháza udvarának parkolóhelyeit azoknak, akiknek az otthonuk az 5. kerület. Nem sokkal később Karácsony Gergely szintén a közösségi oldalán örömét fejezte ki, amiért szerinte Orbán Viktor miniszterelnök az ő javaslatát fogadta meg, amikor szombaton aláírta azt a kormányhatározatot, amelynek alapján hétfőtől ingyenessé tette éjszakára a parkolóházakat. A főpolgármester arra is megkérte a kormányfőt, hogy gyakrabban hallgasson az önkormányzatokra. Karácsony Gergely az 5. kerület polgármesterének kérésére, hogy nyissa meg a városháza udvarát a belvárosiak előtt, nem reagált. Számos nehézségbe ütközött az elmúlt években a moldvai magyarok ügyintézése saját településeiken. Hogy ennek vége legyen, fontos, hogy az RMDSZ helyi jelöltje is parlamenti mandátumhoz jusson. Erről Pogár László, a párt Bákó megyei képviselőjelöltje beszélt, aki ma a párt elnökével együtt találkozott a környékbeli magyar közösségekkel. Kelemen Hunor azt mondta, nem szabad veszni hagyni a magyar kultúrát a moldvai csángó településeken sem.
Parlamenti választásokra készülünk, és a csángó magyaroknak itt Moldvában igazán jól jönne egy képviselő. Volt eddig már parlamenti képviselőnk Konstancából, Brăilából, Galacról, Tulcsáról, Călărașról. Most már igazán lehetne egy Moldvából is, Bákóból. Minden szavazat számít, minden szavazatból magyar mandátum lesz, ezért arra biztatunk mindenkit itt a moldvai csángó magyarok körében is, hogy szavazzanak az RMDS-re. Futtatójától szabadítottak meg a rendőrök egy prostitúcióra kényszerített nőt Budapesten. A férfi éveken át testi lelki terror alatt tartotta élettársát, a pénzét pedig elvette tőle. A nő még akkor sem mert szólni, amikor a férfi úgy megverte, hogy eltört a keze és kórházba került. Az orvosok azonban gyanút fogtak és hívták a rendőröket. A bíróság ma letartóztatta a futtatót. A 37 éves férfit csütörtök este Rákóczi úti bérelt lakásában fogták el a BRFK bevetési osztályának munkatársai. A gyanú szerint éveken át terrorizálta és prostitúcióra kényszerítette nála jóval fiatalabb élettársát. Legutóbb úgy megverte, hogy eltört a bal kézfeje. A nő még a kórházban sem merte elmondani sérülésének körülményeit, ám az orvosoknak gyanús lett a dolog és szóltak a rendőröknek. A 7. kerületi kapitányság nyomozói egy nap alatt kiderítették, hogy élettársa okozhatta a nő sérülését. Az erzsébetvárosi rendőrök a férfit elfogását követően kapcsolati erőszakbüntet, kitartottságbüntet és prostitúció elősegítése büntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az ügyészség egyetértett a BRFK-val és kezdeményezte a bíróságnál a férfi letartóztatását. Figyelemmel arra, hogy a gyanú szerint a bántalmazás és a kitartottság éveken át tartott, valamint a sértett védelme érdekében, hogy őt a gyanúsított ne tudja rábírni arra, hogy korábbi vallomását megváltoztassa, az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. A bíróság vasárnap délután meghallgatta a férfit és elrendelte a letartóztatását. Fellebbeztek, de ennek nincs halasztó hatája. Nem lesz ismeretlen számára a börtön. Korábban erőszakos bűncselekmény miatt ugyanis már volt büntetve, legutóbb pedig ittas vezetésért ítélték el. Az ügy sértettjét a rendőrség a lakóhelyétől távol biztonságba helyezte. A híradót Víg András tudósította. Megkezdték a fenyőfák kitermelését Zala megyében. Először a földlabdás fákat emelték ki a termelők, majd a vágott fenyővel folytatják, hamarosan pedig útnak is indulnak a fák a kereskedőkhöz. A hazai karácsonyfák fele a zalai vidékről származik. A fenyőtermelők azt mondják, az árak nem változnak tavalyhoz képest, de a vírushelyzet őket is érinti, így egyelőre kevesebb rendelést kaptak. Megkezdődött a karácsonyfának szánt fenyők kitermelése az Zala megyei Surdon. A Nagykanizsához közeli településeken szinte minden család fenyőtermesztéssel foglalkozik. Az ország másfél-két millió karácsonyfájából évi 800 ezer a surdi termelőktől kerül a vásárlókhoz. Békés megyéből jöttem, és az Zalából azért szeretjük vinni a fenyőt, mert itt vannak a legszebb fenyők, és Békés megyeiket ezzel szeretnénk meglepni. A legnépszerűbb fenyőfa a Normand lesz, mert tulajdonképpen minőségi fa, és nem kell félni, hogy lehullik. A szakemberek szerint töretlen a Normand fenyőfa népszerűsége, az utóbbi 2-3 évben azonban a városi vásárlók az illatos Lutz fenyőt is szeretik. A termelők úgy számolnak, az árak a tavalyihoz képest nem változnak. A Lucnak lesz olyan 3000 forint métere, az ezüstnek olyan 5 körül, a Normand az is szintén 5-6 ezer forint lesz körülbelül a piacon métere. De azt azért kell tudni, hogy mi termelők nem emeltünk árakat, ugyanannyira adjuk a fenyőfának méterét, mint amennyire tavaly adtuk meg tavaly előtt. A koronavírus járvány miatt most bizonytalan a piac, egyelőre a szokottnál kevesebb a rendelés, mert a kereskedők is kivárnak. A járvány miatt a jótékonysági akciók többsége is az internetre költözik. Virtuális formát ölt például a Fiatal Családosok Klubjának adventi vására, ahol idén egy gyermekmentő szolgálatnak segítenek. Home office-ban sütik az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei is a mézes kalácsokat, más szervezet pedig több gyűjtőpontra várja az adományokat, hogy így is csökkentsék a találkozások számát. A járványhelyzet alatt sem álltak le a karácsony előtti jótékonysági akciók. A Fiatal Családosok Klubja például a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak egy speciális hordágyra gyűjt, amellyel akár egy csecsemőt is biztonságosan szállíthatnak. A hiányzó 2,5 millió forintot az adjukössze.hu oldalon gyűjtik.
Tudjuk, hogy most a járvány miatt a mentősökre, az orvosokra különösen nagy teher hárul, ezen szeretnénk egy picit ezzel az összefogással enyhíteni, és felhívni a figyelmet az ő fantasztikus munkásságukra. Készül a mézes kalács is. Orbán Viktor miniszterelnök felesége Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagyköveteként vesz részt a jótékonysági sütésben. Az egyesület a járványhelyzetre való tekintettel azt kérte, hogy idén mindenki home office-ban süssön, de a 1353-as vonalon 250 forinttal továbbra is lehet támogatni a rászoruló családokat. Mindent megteszünk, hogy felhívjuk a figyelmet akár az online térben, akár bármilyen kreatív módszerrel arra, hogy a segélyszervezet elindította a gyűjtést. Ez egészen karácsonyig tart, és a célkitűzéseink azok változatlanak, ugyanúgy a segélyszervezet munkájára gyűjtjük az adományokat, hiszen erre nem hogy kisebb, talán még nagyobb szükség van majd 2021-ben, mint eddig. A karitáció alapítvány pedig ismét csoki gyűjtésbe kezdett. A gyógyító bohóc doktorok az idén több gyűjtőpontot is kijelöltek az országban, hogy csökkentsék a találkozások számát. A csokikat kórházakba fogják majd eljuttatni. A családjuktól elszakítva magányosan, az otthon melegét nélkülözve ünneplő gyermekek karácsonyai szebbé válhat. A csokoládék mellé várjuk szeretettel a rajzokat, verseket, amelyeket eljutatunk a kórházakba. Folynak az egyeztetések a kórházakkal és olyan létesítményekkel, olyan intézményekkel, amelyekben a gyerekek lábadoznak betegségükből. Az alapítvány azt reméli, hogy az ajándékokat karácsonyig megkapják a gyerekek. Már több mint 16 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó kampányában. A felajánlásokat folyamatosan várják a 13616-os számon. Egy hívás vagy SMS 500 forinttal segíti az autizmussal élő gyerekeket nevelő családokat. Folyamatosan érkeznek a felajánlások egyébként, a sportolóktól is, ők egy-egy emléktárgyat ajánlanak fel. Idén a kedvezményezett pedig az Együtt az autistákért alapítvány. Kútba esett elefántot mentettek meg Dél-Indiában. A 25 éves állat egy több mint 16 méter mély kútba zuhant, ahonnan saját erejéből már nem tudott kimászni. Fél százan vettek részt a mentő akcióban, a helyébeliek pedig banánlevelekkel etették az állatot, ugyanis 14 órán keresztül küzdöttek érte. Végül hevederrel és daruval emelték ki a több tonnás jószágot a mélyből, akit a lábainál fogva fejjel lefelé sikerült csak kihúzni a gödörből. Az elefántot végül egy közeli erdőben engedték szabadon.